Mit fogja az Isten kívánság az embereknek? Milyen lehetőség lesz embereknek, akik megbánják a bűnöket? A jó szívű állapotoknak? Hogy fognak élni? És meddig fognak élni? És az örök élet a lehetősége, ahol megadta a lehetőséget a váltságba, aki hisz Jézusban, hogy örök életük legyen. Hal meg ezen előtt, nagy valóság kitől, minden embernek lehetősége van. De jelenleg az igaz Isten megismerni Jézus váltság áldozatába hív. Hogy örök életük legyen meg a feltámadásban. De mit gondoltok, hogy mit fog, milyen lehetőséget ad majd ez az Istennek a háborúja, vagyis a hosszú álló napja? Ez a... Jézus angyalokkal végrehajtja. Ilyen arkangyal két Jézus. Lehetőség lesz. Most az utolsó időkben ennyit akarta. Vagyis két pontot akarok, hogy Armageddon is fog megvalósítni. Isten királysága a kapcsolatban. És jól értem, hogy arról van szó, hogy, Mihály arkangyal, ám az neki az is olyan. Mihály arkangyal, te akkor Jehova tanulja, vagy jól értem? Hogy Mihály arkangyal az Jézus. És az, ez miből, ez honnan jön, az a gondolat? Mi az, ami ezt alátámasztja? Mi a bibliai, csak kíváncsi vagyok rá, én nem tudom. A, magát a koncepciót ismered? De tudom, hogy szóval koncepcióban, Jehova beiktatta a Szent Fiát, Jézus Krisztust, égre, de majd halála után. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Halleluja! Királyom, ura, 1914-ben a megkedődött Isten királysága. 1914. Az megkapta az arkangyal, nem legyőzte sátán démonaival. A milyen arkangyal szó sokféle nevet szerepel, mivel a módos testéből is akartak Isteneket csinálni, bálványozni akarták, és ügyeskedott. Milyen arkangyal Jézus módos testéből is. Ez a Júdás. Ez Júdás? Aha. De hogy... Armageddonról mit tudnál mondani? Ez Armageddon... Mindjárt rátérek Armageddonra, csak kíváncsi vagyok arra, hogy... Hogy lesz Mihály arkangyalból Jézus? Most komolyan... Tehát, hogy mi az, ami az írásban ezt alátámasztja? Igen. Ez a Dániel esetleg, hogy... Ott is írja, igen. Az, hogy abban az időben felkér Mihály, nagy fejedelem? Igen, igen. És ezért ő Jézus? Sokféleképpen Jézus Krisztus, mert ő mindent végre vitte, véghez vitte a Teremtő Jehova akaratát. Egy győzött sátán démona ellen. Ja, értem, a Jelenések könyvben. Igen, ott is. Aha. Ez, hogy a... Hogy nagy, hogy ha küzdöttek, volt a nagy harc, és akkor... Arra gondolt? Igen. Jól gondolom? Igen. Azt nem is tudom, most azt keresem szint. Hogy az hol van pontosan. Meg lesz 13-as fejezet, nem? Vagy hol van ez, hogy... Mihály... Hadakozik a sárkánnyal. Ez ott van, nem? Igen. 12, aha, igazad van, 12, igen. 12. Jó, mindegy, ezt majd lehet, hogy visszatérünk, válaszolok a kérdésedre, mert talán az a fel... A,
Az Armageddon arra gondolsz, a Jehoshaphat völgye. A bosszúálló napja, vagyis mondhatjuk háború, az Héberül van. Igen. Armageddon. Uh-huh. Én nem tudom, én magyarul csak tudom, hogy román állampolgár vagyok. Értem. Én magyarul beszélek, de románul is. Na, és így megismertem az igaz Istent, úgy gondolom, hogy a Bibliának a tanulmányozása által, itt jó a tanulja, így tanulmányoztam, így tudom. Én azért kérdem ezeket, nehogy rossz, negatív értelemben. Nincs gond. Távol legyen. Jó, van, akkor elmondom. Szerintem ez a Ezékiel 38-39-es fejezete, az a Gog Magog, amiről beszélsz, gondolom ez az, ez a Armageddon. Mm. És akkor a kérdés az, hogy az emberek hogyan fognak akkor élni, vagy üdvözülni? Igen, az Armageddon mit valósít meg? Az Armageddon lesz az a háború, amikor a földi, lényegében az új világrend végleg elpusztul annak a hadseregével együtt, ekkor tér vissza Jahusha HaMashiach, vagy Jézus, ekkor tér vissza, az ő seregeivel elpusztítja ezeket, újraépítik a földet, akkor lesz az a 7 hónap, amikor takarítanak, és utána feláll az 1000 éves királyság az ő vezetésével, Dávid királysága. Dávid lesz a király, ez így 37-es fejezet vége. Közelített. Persze. Ügyes vagy. Csak volt egy szó, nem is tudom már. Mire gondolsz? Egy kicsit nem másképp bemondtad azt az egy szót. Ja, húsa, ha mesél. Visszamenjek. Igen, hogy... Ja, ezt tudod, az új világ lesz. Új világrend, igen. A földön az örök élet feltámadás, az már említetted is. Az majd az ezer év után. Az ezer év után lesz a feltámadás, jelenések könyve 20-as fejezet, a fehér trón, ítélet, és utána megítél mindenkit, és elkezdődik az örök királyság, meg a... Igen. De az már jelenések, igen, az ez után. Élet, meg a feltámadás mondtam, ezer év alatt, ezer év után, jó mondtad, meg lesz ítélve. Ezer év alatt, ezer év előtt feltámadnak azok, igen, akik Jahusha HaMashiachban haltak meg, akik őt szolgálják, ez egyfajta jutalom azoknak, akik őt szolgálták, és ők fognak kormányozni vele ezer évig, mint az ő papjai, jelenések könyve. Mindjárt utána nézek, de talán ez is valahol ott van. 20-as fejezet. Mondd még egyszer? Ez jelenések 20, éltek és uralkodtak Krisztussal 1000 esztendeig, ez az első feltámadás, boldog szent, akinek része van a feltámadásban. Ezeken nincs hatalma már. Krisztusnak papja is uralkodnak ővel 1000 esztendeig, ez az 1000 év. Aki utána feltámad, mint kárhozik el, azt megítélje a cselekedetei szerint, mint ahogy írja a fejezet végén. Ráadásul Gog és Magog is itt van. Ezután, vagy másik Gog és Magog, az pedig a sátán eleresztetik. De a 144 az... Igen, a Jézus 1000 évig kirent csak a Krisztus. Hogy álltad, nem? Igen, igen, hát korintusiak az első levél 15-ös fejezet legyen. Vissza kell adni a teremtőnek a királyságot. Igen, korintusiak az első fejezet 15-ös, vagyis első levél 15-ös fejezet 20-tól leírja, hogy visszaadja az uralmat az atyára. Egy pillanat, Lóránt kéri, hogy majd engedjük be. Lóránt fogunk neked jelezni, hogyha tudsz jönni, addig maradj itt, hogyha van türelmed ez az egészhez, akármennyire is. Szeretném már most hozzászólni, adj még egy 5-10 percet nekünk. Szóval az 1000 év az lemegy, és utána megítél mindenkit a cselekedetei szerint, és aki az 1000 év alatt feltámadott, aki igaz volt Jahusha HaMashiachban, utána már nem kerül ítélet alá, utána már csak az összes többi ember kerül ítélet alá, és aki nincs benne az életnek könyvébe, az a tűznek tovább kerül, ami a második halál, de az nem azt jelenti, hogy mindenki ott el fog pusztulni. A 144 ezer az jelenések könyve 7-es fejezet és a 14-es,
És azt szerintem tévesen értelmezik a Jehova tanúi úgy, mint hogy az csak egy képletes dolog, hogy Izrael, az a vér szerinti Izrael 12 törzséből lesz 12 000 per törzs, így 144 000, nem pedig össze-vissza ilyen mismás emberek. Nem értettem a szót elérés, a jelenések 14-et tévesen értjük? Az csak az egyik, de az mindenképp, hiszen ha jól értelmezem, akkor a Jehova tanúi azt állítják, hogy a 144 ezer az nem Izrael, hanem az csak, mit tudom én, miért Izrael van írva, de nem úgy gondolja, hogy Izrael, de az úgy gondolja, hogy Izrael. Szépen, mert 12 törzseiből kiválasztva 144 ezer, és ezek a királyi papságot, vagyis Krisztusnak a társ örökösse, egyáltalán nem értjük félre, vagy te nem tudod, miért értelem a mondtad. Hát félre kell, hogy értsék, mert most a 144 ezer, az jól értem, azok Jehova tanúi lesznek. 12 törzseiből van, hanem úgy írja. De azt akarom mondani, hogy nekik Jehova tanúi vallásúaknak kell lenniük. Hát igen, van értelemben, mert ezek méltók az úrvacsorára. Hát igen, az a probléma, hogy a Jehova tanúi, csak érted a gond az, hogy Jehova tanúi nem volt a 19. századig, ha jól emlékszem, 1800 valami. Amikor, szóval mi van előtte az emberekkel? Még Jehova tanúi nem voltak, addig nem volt 144 ezer, csak azóta? Tudok segíteni, elnézést kérek, csak most beszélgetünk, tényleg nem vagyok olyan, hogy én... De nem baj, én csak azt akarom mondani, hogy ez a probléma. Hálatos vagyok, én kíváncsi vagyok arra, hogy én is szeretnék tanulni tőletek, vagy netán, nem tudom, vagy most lehet, hogy... Nézze. Én nem tudjátok, vagy én is. Én azt szeretném tisztázni, mert én most tényleg nem vagy élőben, hogy... Jó. Mi volt az, mi a kérdés? Kérdezni. És akkor ezt még megbeszéljük, aztán megnézzük, hogy van-e más. Mondd. De arra gondolom, hogy kimegyek. Nem, mondhatod, hogy mi az, amit szeretnél kérdezni, hát ha... Hát, bocsánatok meg. Hát a Bódes napjaiban, Bódes, ahol nem éve ment a tincsapát, a így van. Igen. Nem baj. Akkor azt szeretném tisztelni, az apostolok idejében Krisztus, akkor Jézus azt mondta, hogy jövök a megjelenés, akkor azért, hogy az apostolok a cikében szövetséget kötött velő, az isteni királysággal megjelenésre társulalkodó ki, 144 ezer, nem csak a Jehova tanúiból lesz. Ja, értem, a történelem során 144 ezer. 12 törzsei. Ha most, hogy a Jehova nevét felvették, akkor az előbb Biblia kutatók voltak. Rendben. És akkor, ahol én veszik az egész témát a Bódes napjaiból, mert itt a Jehova nevét használták a hívben, eredeti írásszövegben a Jehova név szerepel, a Jehova nevet kérdette Mózes és Jézus is. Tudom, hogy jól van. Lórán, ha itt vagy még, akkor jelezd már egy bármivel. Jelentkezzem be, azt akkor behívom. Jelentkezz be és behívunk, rendben? Ezek megvannak, ez amiről beszélsz a Jehova névvel kapcsolatban, ez nem probléma. Az, hogy Mihály arkangyal az Jézus, az egy nagyobb gond. Az egy elég súly. Mihály arkangyal. Tessék. Mihály arkangyalnak nézd, Mihály arkangyalnak nem lehet köze Jézushoz, és ez két különböző létező, vagy hogy mondjam, természet. Ez... Hát azért van... Nem lehet ugyanaz, mert ugye azért van két külön neve. Az egyik Mihály, a másik meg Jahusa. Jézus a Mihály arkangyal, úgy írja. Hol? Hol is írja ezt. Ez sehol? Azt hiszem a Dániel könyvében. Nem. Ezt nem írja. Ilyen nincs, hogy fel kell Jézus Mihály arkangyal, az van, hogy abban az időben fel kell Mihály a nagy fejedelem. Ilyen van. De olyan, hogy Mihály arkangyal Jézus, olyan nincs. És nem Jézus, az a sitó, ti nem gondoljátok?
Persze, hogy nem. Nem lehet. Nem lehet azonosítani, hogy nem lehet. Lehetetlen. És 185 ezer legképzett, legerősebb asszír katonát, ez a Mihály arkangyal ölte meg, kéz, érintés, illés, nem? Ez illés, nem? Ez nem ez éke. Ez illés. Illés az, nem? Hát ez egy ilyen napjaiban történik, hol hadakoztak megtámadni. Melyik fejezet? Melyik fejezet? Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, technikai számunk 2594, minden egyéb adatot megtaláltok Infobubble, illetve Yahoo útja weboldalainkon, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Már sok minden van, az a baj, túl sok minden belementünk, nézzük már meg egyet. Vagy 185. Egy van a 185? Jó. Ez a 180 ezer válogatott hadra való férfi hadakozzanak? Nem? Ez a Yahoo angyala? Ez az úr angyala levágott az az... Igen, de a probléma az, hogy nincs erre semmi bizonyíték, hogy ez Mihály volt. Tessék? A csipkebokornál kijelentek. A csipkebokornál az volt Jahusa, az Jézus, az egy másik történet. De az, hogy ez az, arra nincsen... Nem probléma. Azt akarom csak mondani, hogy... feltételezhetjük, hogy ez az, de nem tudjuk bizonyítani, hogy ez az úrangyala, ez az az úrangyala, aki ott van. Érted? Szóval, ha arra a következtetésre jutunk, hogy minden alkalommal az úrangyala az Mihály, akkor azt valahogyan demonstrálnunk kell az írásokból, hogy az úgy van. De csak azt nem mondhatom, hogy azért, mert úrangyalának hívják, ezért ez ugyanaz. Arról tudjuk, hogy ugyanaz, mert István a beszámolójában egyértelműsíti, ha jól emlékszem, a 7-es fejezetben, hogy az volt az, aki beszélt vele a Mózessel a csipkebokorban. Szóval arról tudjuk, hogy ő volt az angyal. De hogy a 185 ezernél, aki jött és levágta, hogy az Mihály lett volna, abban semmilyen garancia nincs. Azt írja, hogy 40 esztendő elteltével megjelent neki a sínai hegy pusztájában az úrnak angyala a csipkebokornak tűzös lángjában. Én vagyok a te atyáidnak isteni, Ábrahám, Izsáknak meglévő, stb. Oldott le a sarudat, és stb. Szóval ez ugye Saul egyértelműsíti, hogy ez az úr angyala, ez Jahusa HaMasiach, de az, hogy ez Mihály, az lenne már egy nagyobb ugrás. Nem prédikál, hogy Jehova tanulja baromságot, hülyeség. Ez Jézusra utal. Azt Jézust azonosítja, tehát kizvegyünk el, itt mondja, amikor a sertán démonaira. Adra kell, Mihály arkangyal, ez nem más, kidobkan el. De most elmentünk, de nézd, egyrészt, ugye azt mondod, hogy nem prédikálhat baromságot, de az nem azt jelenti, hogy nem is csinálja azt. Szóval az, hogy nem csinálhatja, az nem azt jelenti, hogy nem fogja. De a másik meg az, hogy ezt próbáltam az előbb mondani, hogy csak azért, mert az Úr angyala van írva, 12-es fejezet, ez Jelenések könyve, hogy Mihály és a sárkány közt, és itt is Úr angyala van, ez nem azt jelenti, hogy ez ugyanaz az Úr angyala. Én válaszolja a kérdésre, bocsássál meg neked. Igen? Tiszteletben neked, válaszoljál, azt, hogy a Mihály arkangyal ledobta a sárkány démonaival. Kidobta be a nevédős doktorát? Egy is ugyanaz az azonosító. Jelenése könyvben. Hogy mutassak már, mutatok egy verset, és ezzel lezárjuk, ha Lóránd akar, akkor bejöhet. Bár itt most... Itt van bent.
Oké, figyelj erre. Mikor pedig ezeket magában elgondolta, Máté első fejezet 20. Íme az Úr angyala álomban megjelent neki, mondván József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fog... De honnan? De ezt mondom, hogy az, hogy Úr angyala, az nem azt jelenti, hogy az Jézus. Ez pont azt támasztja alá, amit mondok. De ez nincs ott, hogy az Jézus. Szóval ezt mondom, hogy azt mondani, hogy ez a... Nézd, neked kellene bizonyítani azt, hogy ez a Mihály, ez azonos Jézussal, és ezt nem sikerült még megtenni. És nem azért, mert én nem akarom elhinni, hanem nem tudod. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót, és halleluja!